Kábítószer ügyekről fogunk a következőkben beszélgetni. Két külföldi döntés inspirálta ezt a beszélgetést. Az egyik ugye az volt, hogy Ukrajnában nemrég bevezették az orvosi marihuánát, a másik pedig, hogy Németországban a Bundestag döntött a kanabisz legalizációjáról. Szétszállazzuk ezeket a fogalmakat és az esetleges következményeket, és a magyarországi helyzetet fogjuk megbeszélni Téglási Kristóffal, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Kezdjük a német döntéssel, ami ugye Hát, pestélyesen szóval nem arról van szó, hogy fűfa mostantól kezdve hozzájuthat majd április a Németországban a kanabiszhoz, hanem arról döntött a bundeszták, hogy a kanabisz otthon termesztését engedélyezték, és kanabisz egyesületeket hoznak létre. És ugye érdekes az indoklás, azt mondták a németek, hogy a jelenlegi teljes tiltó, tiltást jelentő kanabisz politika kudarcot vallott, rengeteg erőforrást emésztett fel, tele voltak a börtönök, viszont nem szorította vissza a kanabisz fogyasztást ezért válnak ettől a stratégiaváltástól egy előrelépést. Mit gondol a szakemberként erről a döntésről? Beválthatja-e a hozzáfűződő reményeket? Hát a rövid válaszom az, hogy nem. Hosszabban egy kicsit, ugye ez a, ennek a koalíciónak, aki most Németországban kormányon van, már a választási ígéreteibe szerepelt. És bármekkora ellenállás is van a német társadalomba és a, egyébként a hivatalos szerveknél is a, a döntés ellen, mert a legfelsőbb bíróság szóvivőjétől a német rendőrség szóvivőjén keresztül egyébként mindkét oldali, tehát CDU-s és, és szociáldemokrata politikusok is ellenezték ezt a döntést. De ők keresztül vitték, hiszen a választási, a koalíciós szerződésükben ez szerepelt, hogy ezt, uh -huh. ezt meg kell hozni, ezt a döntést. Kicsit az érvekről, tehát hogy ugye a, még a, a, tavaly áprilisban, amikor ezt először benyújtották, akkor ők még ilyen kanabiszboltokat szerettek volna, államilag engedélyezett kanabiszboltokat szerettek volna, de ezt ők se tudták keresztül vinni Brüsszelen, ez mindenféle nemzetközi egyezménnyel szembe megy. Ezért találták ki ezeket a kanabisz klubokat, ahol egyszerre 500 tagja lehet egy ilyen klubnak, és akkor ők ott az 500 tag. Tehát a kanabisz klub maga, mint szervezet termeszti a, a marihuánát, és akkor csak a saját tagjainak árulhatja, és valóban magánszemélyek is három tő növényt tarthatnak otthon. És mindez 18 éven felüliekre vonatkozik. Ez még nem hangzott el, de fontos. Igen, 18 éven felüliekre vonatkozik, csak az a probléma, hogy eddig is a 18 év alattiak is valahogy megszerezték. Tehát ez, ez teljesen életszerűtlen, hogy ez belehessen tartani egyrészt az ugye kicsit viccesen néz ki, ha az ember belegondol, hogy Stuttgartban a harmadik emeleten ott nevelgeti valaki a háromtő kanabiszát az erkélyen. Másrészt pedig ugye a fekete piac visszaszorítását várják egyrészt ettől, de a, a, a legálisan engedélyezett marihuánának 15% lehet a tiszta THC tartalma. Na most, amíg a fekete piacon vehet 28%-os tiszta THC tartalmú anyagot olcsóban, hiszen a járulékos költségek a dílerteket nem terhelik, az adó, a alkalmazott, stb., eh, addig miért ne azt vegye meg? És nincs az a rendőr, egyébként nincs is erre eszköz, hogy a, leellenőrizze, hogy az egyébként legálisan a nála levő anyagnak milyen THC tartalma van. Hát, hát pedig a, a főhivatkozás piac... az valóban az lett, hogy ezt a piacot így akkor meg lehetne attól szabadítani, hogy <coughs> hát hogy mindenféle egyéb szerrel felüsség ezeket a, a, a dolgokat. Egyrészt másrészt meg ugye az, amit mondott, ez igaz a cigarettára, az italra is, hogy mindenhez sajnos 18 év alattiak is hozzájutnak világszerte. Még ha a szabályozást már Persze köszönjük. pont ebből kifolyólag értelmetlen azt gondolni, hogy azért, mert a törvényben az van, hogy 18 év alatt nem szabad. 18 évesen és egy naposan pedig szabad. Ettől majd a 18 év mínusz két napos ember nem fogja használni. Hozzáteszem, hogy Németországban most egy 28,7 ha jól emlékszem, a prevalencia értéke a marihuánának, tehát aki így legalább egyszer már fogyasztott, vagy rendszeresen fogyasztanak, erre ráengedik, ez Magyarországon 6,2 erre ráengedik a legalizációt, lesz 30-35 és az tudományosan bizonyított tény, és ezt már a legalizáció pártiak is elismerik, kénytelenek elismerni, hogy a rendszeres marihuána fogyasztók 15 a fizikai függővé válik, tehát drogfüggővé válik, nem pszichés függővé, rendes fizikai függővé. És ha azt megnézzük, hogy a a mondjuk egy 35%-os használatnál, rendszeres használatnál 80 milliós Németországban mennyi annak a 15%-a, ez olyan terhet fog ráereszteni a társadalomra, az egészségügyi rendszerükre, a rehabilitációs rendszerükre, amit már a német gazdaság sem fog tudni kitermelni. Mások meg ugye a kanadai példát <kül> hozzák ide, amely arról szól, hogy a felnőtt körében is mérsékelten növekedett csak a fogyasztók száma, és a napi rendszerességű fogyasztók aránya pedig nem változott. Hát, a legalizáció hatás. Szóval ez nem igaz. Nem állja meg a helyét. A tényleges most nemrég publikált kanadai adatok szerint a fiataloknál nem változott, tehát nem csökkent nem is nőtt, nem is csökken, Ezért mondtam azt a német példát, is, azt lehet várni, hogy a fiatalok ugyanúgy ugyanannyit fognak fogyasztani, mint eddig. <laughs> és az, a középkor, Kanadában a középkorúak és az idősebb korúak között pedig radikálisan emelkedett. Beszéljünk még arról, hogy ugye ez a is adott egy interjút az rtl ezzel kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy az lenne a fontos, hogy a, a fokozatokra és a fogalmak tisztázására helyezzük a hangsúlyt. Első lépés lehetne az orvosi marihuana bevezetése, amiről ugye beszéltem, hogy Ukrajnában ez történt. A második a dekriminalizálás, és harmadik lépésben merülhetne föl esetleg a legalizáció. Ő azt mondja, hogy ez a kapudrog elmélet, idézem, világi nagy baromság, zaharesen fogalmazva, és szerinte nem az a lényeg, hogy valaki elszív egy rá fog szokni, hanem az, hogy a mai fiatalok nagyon nagy arányban szorongók, magas közöttük az öngyilkosságok aránya, és inkább erre kéne figyelni, és ebben kéne nekik mentális segítséget nyújtani az ellátórendszer fejlesztésével. Igen, hát kezd, akkor kezdjük a fogalmat tisztázásánál. Ugye az orvosi marihuánát, vagy a marihuánát, vagy a kanabis származékokat orvosi használatra használják, vannak gyógyszer, gyógyszerek, aminek ez az alapanyag. Ez rendben van. De az orvosi használat, ha azt jelenti, hogy házi orvos, vagy bárki felírhatja mondjuk stresszkezelésre bárkinek, akkor az már nem egy kórházi ellenőrzött körülmények között való használat, hanem az a társadalomra való ráengedés. Az ukrán példához visszatérve azért veszélyes ez, mert Ukrajnában tudjuk, hogy azért még a háború előtt is bármit meg lehetett szerezni egy kis pénzért, vagy hát szóval nem állt távol ez a rendszertől. Most meg aztán bárki, tehát hogyha bárki, és ott, ott, ki az az ukrán ember sajnos ma, aki nem mondhatja azt, hogy a háborúnak valamilyen szinten nem áldozata, vagy ő, vagy a rokona, vagy a házát lebombázták, tehát ott mindenki Jó, ide az orvosi marihuának könnyebb hozzáférhetőségét milyen szempontok mellett támogatná akár ön, akár az intézet, akár a jogszabályalkotó? Mi, tehát a Drogkutató Intézet, meg a, a, az én személyes szakmai álláspontom szerint is az orvosi marihuánát csak ellenőrzött kórház, illetve kórházi körülmények között lehet használni olyan gyógyszereket, amelyeknek van kanabisz tartalma. A marihuánának a dekriminalizálása is egy tévút, hiszen az azt jelenti, hogy ugyanúgy büntethető, csak szabásértési kategóriába sorolódik és pénzbüntetés jár érte, de az se igaz, hogy egy füves cigi után tele vannak a börtönök, mert azért van az elterelés, ami amit, hogyha választ valaki, akit, akit eljárás alá vonnak, akkor mindenféle következmény alól mentesül, teljesen tiszta lappal megy tovább az életbe. Tehát, hogy azért ezek, ezek olyan indokok, amik nem állják meg a helyét, se a, se a legalizálás, se a, a dekriminalizálás nem megoldás. A megoldás az a prevenciónak az erősítése, és annak a, annak a folyamatnak a, a hogy a, a, a fiataloknak, meg egyáltalán az egész társadalomnak a releváns információkkal való ellátása lenne. Hát, és el sok szakember kellene, akik most nincsenek elegem az ellátórendszerben. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen!